fő témát én vezessem föl? Minden témát te vezessél föl. Minden témát én fogok fölvezetni. Ez majd ilyen komfortadás lesz, jó? Az mit jelent, hogy ja, hogy te vagy komfortadás? Hogy nem állt. Jól van, szervusztok, kedves hallgatók, ez a podcast a 101-es szobából februári adása, 2024 februári adása. Itt vagyunk megint Surányban, egy asztal körül ülünk, tőlem balra van Zsuzsa. Hello! És velem szemben van Bürgi. Sziasztok! Vagy Zoltán, vagy Zoli, kinek mi? Digi pedig, hát igazoltan van távol, hiszen szülői feladatait teljesíti. Szülői értekezeten van, azt írtam. Betöltötte a férfiúi principiumát, és szülő lett. A férfiak ilyen könnyen megusszák a principiumukat? Véleményem szerint nem, de hogy mindenképpen ezzel kezdődik, hogy szülővé kell válni hozzá. Engem meg Áronnak hívnak, sziasztok, és az első témánk, amit egy Digi hozott, úgy hozta a témát, hogy utána mondta, hogy nem is jön, csak hogy beavassuk benneteket, kedves hallgatók, az ilyen kis izgalmas kulisszatitkokba. Nem, semmilyen izgalom nincs ebben. Szóval az van, hogy pont idefele kocsiba beszélgettük az Olival, hogy igazából mindenki, az egész ország iszonyú apatikus, mi is vakartuk a fejünket, hogy mi legyen a téma, mert érted, kinyitom a telexet, mindegyikről lehetne beszélni, de minek? Bármilyen témáról. Most Novák Katalin pedofilt kegyelmet adott, és érdekel ez bármiket? Érdekel ez minket, érted? Tehát, hogy van valami, mindegy, Digi mondta, hogy miről beszéljünk, és akkor mi eleget teszünk a Diginek, azt én mondta... Én egyébként, bocsánat, én személy szerint azért akarnék róla beszélni, mert én interjúztam az egyik áldozattal, és az egy iszonyatos horror sztori, ami történt, viszont tényleg nagyon mély, meg nem biztos, hogy egy közéleti adás témája. Hát meg úgy, hogy nem vagyunk rá fölkészülve, és én egyáltalán nem is olvastam, tehát nem mentem bele mélyen, tudtam, hogy van ez az ügy, tudtam, hogy elítélték őket, de hogy így kb. Ennyi aztán. De arra mondom az apatikusságot, és ez iszonyú rossz, tehát hogy történik egy ilyen, és így már csak jó, a szemöldökömet fölhúzom, de hogy kb. Ennyi, most mi? Mindegy, mi eleget teszünk a Diginek a javaslatának, vagy az UKZ-ának, és Vitézi Dávid, és az eredménye, vagy nem egy baráti körül, nem eredmény, ez nem, hanem ugye kijött egy közvéleménykutatás, amit az AVC Research, nem, bocsánat, a Medián hozott ki, és abban viszonylag meglepően magas számok jöttek ki, és a Digi erről beszél, vagy ezt javasolta, hogy erről beszéljünk. Te leszel a Digi magyar hangja? Én leszek a Digi magyar hangja. Jó, akkor annyiban készültem, hogy itt arról van szó, hogy a Medián kétféle körben is mért. Mi van akkor, hogyha Vitézi Dávid nem indul el, akkor Karácsony Gergőnek mértek 46%-ot Budapesten, a Fidesznek, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, három vagy négy jelölt is neve is forog, annak 27, tehát 46-27, és akkor vannak ilyen Mi Hazán, meg Brenner Koloman, tudjátok, ki a Brenner Koloman? Nem. A Jobbiknak a főpolgármester jelöltje. Koloman. Akkor nevét sokat fogjuk hallani. Brenner Koloman? Koloman. Brenner Koloman. Ő egy ős magyar. Hát a már Jobbik, csak azért kérdezem. Szerintem az a Kálmánnak valami németes verziója, ez nem lehet, vagy nagyon hülyeséget mondok? Kajnálunk. Na jó, mindegy, és hát a... 2%-ot mértek neki, tehát nem biztos, hogy... Érdemes volna. Már most túl sokat beszéltünk. Oké, okay. Viszont csináltak egy olyan kört, hogy ha viszont elindul Vitézi Dávid, akkor Karácsony Gergely még mindig vezet, tehát 37%-ra mérték, 23-at az egy meglepően magas számnak tűnik Vitézi Dávid, és immáron csak 21%-ot a Fidesz no-name vagy ismeretlen jelöltje, és akkor az ilyen futottak, Brenner Koloman például visszaesik ilyenkor 1%-ra, tehát ugye ebből még az következik, hogy Vitézi Dávid még a jobbikos szavazóktól is tud ilyenkor átsábítani. Tehát, hogy nyilván a Gergő nyerne, Karácsony Gergő nyerne ekkor is, de hogy meglepő, hogy Vitézi Dávid 27%-os, hogy... Most megnéztem ezt a kutatást, és hát halljak meg, ha értem. Egyrészt nagyon vicces, hogy ugye nevek szerepelnek az egyes oszlopok mellett, kivéve két helyen. Az egyik hely az a Fidesz jelöltje. Igen, mert nem tudjuk, hogy ki lesz. És a másik a Fidesz KDNP jelöltje. És az egyikre 21-et mér, a másikra pedig 27-et. Két verzió, az egyik verzió, hogy elindul Vitézi Dávid, a másik verzió, hogy nem, és valószínűleg hibás a grafikon, ott mind a kettő Fidesz KDNP-t kellett volna írni. De hogy bízzon meg az ember egy közvéleménykutató? Ugye? Egy grafikont is. Ugye, ez jogos, mert ugye erről beszéltek egy napig az a 100 ember vagy 1000 ember Magyarországon, akiket érdekelnek ezek a közvéleménykutatások, de én azért megnéztem, hogy mi ennek a jellemzője, tehát ez 1000 fős minta telefonon. Á, megértettem, jó, oké. Okay. Remélem budapestieket írtam. Nyilván, de ez akkor is 1000 fős minta, és közvéleménykutatásnál most már szinte csak telefonon keresztül mérnek, de azért az nem ugyanaz, mint amikor személyesen kérdezgetnek, és ugye a telefonos megkérdezések azok vagy úgy tevődnek össze, hogy a mobilszámodat te kifejezetten megengedted, hogy használja a közvéleménykutató, tehát benne vagy egy adatbázisban, és akkor ők egy
statisztikai módszertan segítségével kvázi, értsétek jó, belesorsolódik a te telefonszámod és a te egyéb paramétereid kapcsán, hogy mi a végzettséged, nő, férj, tehát ezek alapján, igen. Vagy B, nem mobiltelefonszámon érik el az embereket, hanem igazi vonalas telefonszámon. Na most hány embernek és milyen korcsoportnak van vonalas telefonszám? Tehát ugye ez csak azt akarom mondani, hogy maga a telefonos közmutatás az nem egy nagyon megbízható. Nem a legrosszabb, de van rosszabb, hogyha csak online mérnek, de nem a legjobb. És ez azért érdekes, az 1000 fő az ugye egyáltalán nem sok, szóval ez azért érdekes, mert előtte pár nappal mért az Árec, akinek azért más számok jöttek ki, ott is volt már Vitézi. Ott például a Vitézi Dávidnak csak 16% jött ki. Azért az, tehát ez már szignifikáns eltérés a két közménykutató között. Igen, és ez pontosan ennek tudható be. Ne, egyik se hazudik. Lehet, hogy picit a kérdések is irányítottak voltak, mert ahol 23%-on a Vitézi, azt az LMP rendelte meg, azt a közönkutatást, de ilyenkor, amikor megrendelés ad le egy párt, olyankor sem, tehát azt ne úgy képzeljük el, hogy hazudik a közönkutató, de lehet úgy kérdezni, hogy abból azért magasabb jöjjön ki, meg olyan sorrendbe teszik fel a kérdéseket, meg, tehát ugye ez lehet egy picit ezzel trükközi, nem nagyon, de egy kicsit lehet. A Závesznél, ahol csak 16% a Vitézi, az nem párt megrendelésre készült. És egyébként ez most már egyre ritkább, alig-alig van olyan közvéleménykutatás, amikor nem valami célból rendelik meg. Igen, hát mert csak nekik van pénzük. Nem csak őket érdekli. Őket érdekli, most már a HVG csinál még? Talán havonta egyszer csinál még. De ugye emlékszünk mondjuk a 2000-es évekre, minden nagyobb újság, minden nagyobb heti lap, gyakorlatilag heti rendszerességgel, szóval hogy ennek nagy kultúrája volt. Függetlenként, nem a pártok rendeltében. Na, Vitézi, 23% kontra 21 Fidesz és 37 Karácsony Gergely, tehát akkor is nyerne még. Mire gondolsz? Az ember arcú fideszes. Nem, hát valószínűleg a Vitézinek az a attól vonzó az emberek számára, hogy ő szakpolitikusként működik, nem? Szóval a Vitézi Dávidról azt gondolom, hogy ő az, aki elsősorban nem feltétlenül politikus, hanem szakemberként bizonyított, és annak ellenére, hogy ő nagyon hamar került ebbe a műfajba, és emiatt nagyon sokat támadták, ugye, hogy ő valami 21-23 éves volt, amikor először megjelent, bebizonyította azt, vagy megmutatta azt, hogy ért ahhoz, amit csinál. Hát ért ahhoz, amit csinál, és ezért is hullott ki már többször is a fideszes rendszerből, de ezt ne gondoljuk, hogy ő nem tartozik legalább a távoli holdudvarhoz. Tehát, hogy itt egy fideszes emberről beszélünk, akit az LMP akar indítani az ellenzéki, most éppen még regnáló főpolgármesterrel szemben, úgy, hogy az LMP is önmagát ellenzékinek mondja. Egy volt államtitkár... Kampányban, bocsánat, többször elő fog kerülni, hogy ő hogyan kötődik az Orbán családhoz. Tehát nyilván ebben fogják... Ez a kevés bizniszes része, nem a támadás, amit kaphat nyilván, majd. Nyilván, de ez egy ilyen műfajt, mondanom. Mint Unkár Péternek az anyukája is a Schmidt Mária. Ennél csúnyán dolgok is előkerülnek egy-egy választás előtt emberekről, úgyhogy ez a legkevesebb, de ne legyen így, én szeretném, hogyha... Én nekem azt tartom érdekesnek a Vitézi jelenségben, mert abban, hogy ilyen magas számokat ér el, hogy annak ellenére, hogy végül is nem oké, hogy köthető a Fideszhez, de hogy mégsem gondolja róla senki, hogy egy ilyen rendes pártkatona lenne, aki a Fidesz minden igényét kielégíteni, sőt épp ellenkezőleg szerintem ugye budapesti kötődésű elég erősen, már egyébként országos léptékben is gondolkozik ugye pont a vasúti rendszerek átalakításáról, de nagyon sok, és a legfontosabb gondolatai talán egyébként, hogy a sok nagyon fontos gondolata kötődik a budapesti közlekedés átalakításához, de hogy láthatóan ezek a gondolatok gyakran szembe mennek azokkal a mainstream fideszes mondásokkal, amik megjelennek a propagandával, vagy a Fidesz kommunikációjában, tehát hogy nem jelenthető ki róla, hogy ő egy ilyen pártkatona lenne, akivel egyébként az utóbbi időben nagyon sok helyen ugye, találkozunk egyébként nem csak a kormány oldalon, hanem sajnos az ellenzéki oldalakon is egyre több az a figura, aki inkább a kötöthető a párthoz, mint sem ahhoz a szakmához mondjuk, amiben neki jeleskednie kéne az adott feladat esetében. Hogy ebből a képből nagyon kilóg a Vitézi, és ezért valószínűleg elvisz olyan embereknek a szimpátiáját is megszerzi, inkább úgy fogalmazom, nem tudom, hogy elvisz-e másoktól, de hogy mindenképpen megszerzi, akik nem Fidesz szavazók, hanem pusztán csak azt akarják, hogy végre valaki viszonylag kemény kézzel, azt hiszem, a Vitéziről egyébként azt mondom, hogy viszonylag köztudomású, hogy
nem egy gyengekezű vezető, hanem épp ellenkezőleg. Elég divas akarattal viszi át az elképzelését azokban a szervezetekben, amiknek a vezetésére őt kijelölik. És nagyon nagy szaktudást is mutat magáról. Egyébként szóval mondjam, az ő szaktudásához mérhető szaktudások vannak még egyébként az ebben a szkénében mozgó szakértők között, viszont ő ezt egyrészt rendkívül jól kommunikálja, másrészt ugye vezető pozícióból teszi, tehát nyilván sokkal jobban meghallgatják őt a laikusok is, meg a közvélemény, meg a sajtó is. Olyan helyzeti előnyei vannak ezekből, hogy nem feltétlenül csak a Fidesznek a szavazóbázisából halászik az ő népszerűsége, hanem... Ja igen, és ez az egyik fele, a másik fele egyébként meg az, hogy szerintem Karácsony Gergelyről is gondoltuk egy kicsit ezt, amikor megszavaztuk őt ugye 5 évvel ezelőtt polgármesternek, és ott talán, minthogyha, hát, hogy... nem minden esetben váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és persze nyilván erre van egy csomó magyarázat, hogy de mert kisöpölték a kasszát, de mert nem volt sem elég politikai mozgássere, sem elég pénz a városnak ahhoz, hogy ezeket látványos fejlesztéseket, vagy olyan áttöréseket lehetett volna elérni, amiből aztán politikai tőkét lehetett volna kovácsolni. Én ezt mind értem, de akkor is az az eredmény, hogy per pillanat Karácsony Gergő nem tudott jelentős átalakításokat vagy eredményeket elérni Budapesten, miközben Vitézi Dávidnak meg olyan nagyívű elképzelései vannak, amikről hihetőnek tűnik, hogy az ő mondjuk fideszes hátterével mégiscsak megvalósíthatóvá válna. Nekem az jutott eszembe, amikor így beszéltél, hogy egy kicsit azért a Vitéziben van ez a sötét ló effektus is, hogy mindenki azt képzel bele, amit szeretne, mert hogy nem nagyon lehet tudni, hogy tulajdonképpen azon túl, hogy szereti a BKK-t, meg nagyon jól érte a tömegközlekedést, azt tulajdonképpen mit akar csinálni, és ebbe az is beletartozik, hogy honnan lesz vajon pénze, mert hogyha egyébként te pont a fideszes kötődésre mutogatsz, zárója, egy ellenzéki párt indítja, az egy lehet, hogy neki vannak fideszes kötődései, de hogy fog abból a közgyűlésben akkor többséget szerezni maga mellé? Vagy amikor azt mondod, hogy erőskezű vezetőként ismerik sokan, én nekem pont nem jutott eszembe, de nem, gyengekezül nem jutott eszembe, tehát egyik se. De mindegy, oké, de egy főpolgármester az nem, annak az elsődleges funkciója az nem az, hogy ő erőskező főnökként utasítja az alatta lévő szervezeti egységeket, hogy miket csináljon, mert egyszerűen nem így működik. Neki hónapról hónapra a közgyűlésben többséget kell tudnia teremtenie adott ügyek mellett. A hivatalt nem a főpolgármester irányítja, a hivatalt a jegyző, ugye Budapesten főjegyző, szóval ezek irányítják, és ott kell erőskezőnek lenni, de ha nincsenek meg a politikai döntések, mert nincs neki többsége, akkor nem fog tudni nagyívű cuccokat létrehozni, sőt akár az is előfordult, hogy az ellenzék elkezdi obstruálni a saját főpolgármesterét, ha mondjuk ő lenne az. Teljesen igazad van, csak ugye a választó nem, nincs képben ennyire. Én világos, igen. És amikor a döntéset meghozza, akkor nem a közigazgatás működésére vonatkozóan latolgatja az esélyeket, hanem ő azt látja, hogy itt van egy nagyon karakteres figura, érte ahhoz, amit mond. Ambiciózus, fiatal. És valószínűleg egy választást ilyen dolgok jó mentén el lehet dönteni. Alacsony, magas, ugye itt két jóképű, vagy még nem tudom Vitézi Dávid, hogy mennyire jóképű, a Gergő jóképű és magas, és szeretik a nők, szeretik az idősebb nők, tehát ugye ez azért lehet tudni, hogy a Gergőnek nagy előnye az, hogy ő egy szimpatikus fiatalember. Abszolút, európér bankár szoktam én mondani. Nekem. Bankár szoktam mondani, igen? Igen, európér bankár, Hollandiában biciklizik be, nem tudom. Én szívesen laknék a Holland Budapesten. Honnan csippent le, az egyébként érdekes, mert igen, szóval, hogyha a számokat nézzük, akkor az látszódik, ezért egyébként ügyes ez a mérés, mert az is kijön belőle elég egyszerűen, hogy tulajdonképpen a Vitézi Dávid honnan csippent le százalékokat. Persze leszed a Karácsony Gergőről is, de bőven nem veszélyezteti egyelőre azért a 37 versus 23. 9%-ot szed le a Gergőről, de leszed 6-ot a Fidesztől is, ami izgalmassá teszi, de még a Mi Hazánkról is leszed, nem tudom, 3% pontot, vagy nem tudom, meg a Jobbiktól egyet, ugye azt. Tehát, hogy tényleg van ennek egy ilyen középen álló, meg szakember feeling, meg mindenki belelát valamit, de a nap végén én azt gondolom, hogy nem ez a veszélyes a Karácsony Gergőre, ha csak ő nem ijed meg, mert szerintem a Gergőre önmaga tud veszélyes lenni, tehát, hogyha ezt végigcsinálja, akkor nincs ezzel gond. Hogy közgyűlési többsége lesz-e, az
Az a kérdés ilyenkor szerintem egy ilyen vitézi indulás, mert nyilván a vitézi meghúzza az LMP listáját, MKKP-nek is lesz listája, Jobbiknak is lesz listája, gondolom Mi Hazánknak is. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy lesz közgyűlési többsége a főpolgármesternek. Az is, hogy az MKKP, ezt úgy szokták mondani zsurnalista nyelven, hogy királycsináló, de a mérleg nyelveként is lehetne mondani, szóval lehet, hogy az MKKP-tól függ. Egyébként én nekem az jut eszembe arról, amit mondasz, hogy hogy ugye talán pont a vitézi az egyik, aki azt a mondatot bedobta nemrég a sajtóba valahova, hogy elég komoly problémának érzi azt, hogy az önkormányzatoknak a működése az túlságosan pártpolitikai szintérré változott, és hogy emiatt az ottani szakpolitika nem tud érvényesülni, mert hogy nem az dönti el, hogy most játszóteret csinálunk-e arra sarokra vagy parkolót, hogy az mennyire felel meg mondjuk a korszerű város szervezési és tervezési elvárásoknak, hanem az dönti el, hogy az LMP, vagy a Fidesz jelöltje, vagy a nem tudom, kicsit a javasolta. Mert hogyha éppen a többséghez kapcsolódó figura javasolja, akkor vélhetően majd átmegy. Ha meg nem az javasolta, akkor úgyis elássák a fenébe az ötletet. És visszahozzá 2 hónap múlva más néven, ugyanúgy tartalomban. És tudod miért van, mert ugye azok, akik mögött állnak valódi civilek, azok megpróbálják megtalálni azt az utat, ahol mégiscsak vissza lehet más ablakon keresztül, zárójelbe zárva. Szóval azt akartam mondani, hogy lehet, hogy egyébként a vitézi meg ahhoz is jó figura lenne, hogy ezt a tendenciát egy kicsit megfordítsa, és azért gondolom ezt, mert hogy ő tényleg hihető, hogy szakpolitikus módjára vezetné ezt a várost. Ha ez tényleg így történne, akkor ügyek mentén az ellenzéki pártok majd lehet, hogy artvesztés nélkül tudnak, mármint nyilván ők éreznék artvesztésnek az ellenkezőjét, de hogy mindegy, lehet, hogy számukra artvesztés nélkül be tudnának állni azok mellé a dolgok mellé, azok mellé a döntések mellé, amit a vitézi beterjeszt mondjuk egy ilyen közgyűlés elé. Hát kérdés az, hogyha azt mondod, hogy 6%-ot levesz a Fidesztől, akkor fogja hagyni a Fidesz, hogy indulja a Vitézi Dávid? Mert azért el tudom képzelni ezt a szituációt, amikor Vitézi Dávid rájön, hogy ő mégse szeretne indulni, holott előtte esetleg az járt a fejében. Igen, a pletykák szerint ugye az LMP se döntött el még, de azért én azt gondolom, hogy az LMP el akarja indítani Vitézit, és a pegykek szerint a vitézi se döntött el még 100%-ig, bár szerintem ő azért ezzel már erősen kacérkodik, és igazából begyújtotta már ő a kampányt, hiszen összerócsózza az összes podcastot, egy csomó cikk jelenik meg róla, tehát hogy szerintem ő már kampányüzemódban van. De a hírek szerint az egy dolog, hogy a Fidesz 3 vagy 4 ember közül még vacilál, ugye fölmerült az űrhajózásért felelős Ferenci Orsolya neve. Miért nézel így? Van Magyarországon ilyen kormány biztos? Igen, ezt tudom. És egyáltalán nem baj, tehát én nem tartom rossznak, hogy Magyarország beszáll az európai... Nem tudom, hogy az a rutinnal, amit a Hold újra parcellázásával szereztünk, olyan a Budapesten lehet-e valamit kezdeni. A 4-es, 6-os is jobban. Nem akarlak egyébként zavarba hozni, de hogy nem került szóba a vitézin, mert lett volna egy ilyen petka. Ezzel folytattam volna, hogy igen, tehát ugye, hogy az is, tehát a vitézi szóba került a Fidesznél is, és ők is azon vacilálnak a pletykák szerint, hogy tulajdonképpen hogy most a vitézi LMP-skét, hogy álljanak be mögé, vagy nem, nyilván én nem tudom elképzelni, hogy a Fideszek nincs saját néven főpolgármester jelöltje, tehát ezt én nem tudom elképzelni. Nyilván van. Azt tudom elképzelni, hogy akkor a vitézi inkább Fidesz színekbe indulna el. A szegény LMP meg ott maradt parlagon. Hát ez jó, hát ez... Vagy nem szegény, nem tudom. De ez azért izgalmas, amit így ez a kérdés, mert én azért azt még visszahoznám, amivel kezdtünk, tehát azt hiszem közülünk azért én vagyok az, aki, tehát én nem ilyen DK-s nyugdíjasként harcolok a létező rendszer ellen, és megyek táblát tartani minden pénteken a Kossuth térre, a Tuareggel, ha ez a név még mond valakinek valamit. Tehát én nem így, de szóval hogy nekem az no-go, tehát hogyha az LMP egy fideszes kötődésű volt fideszes államtitkár, ugye az államtitkár az olyan, mint hogyha miniszter lenne azért ebbe a rendszerbe, tehát ugye itt van 6 vagy 8 csúcsminiszterünk, és van egy csomó államtitkár, és igazából régen voltak a közlekedésért felelős miniszter, az most a közlekedésért felelős államtitkár lesz, Pintér alatt van, x darab államtitkár, az egészségügyért felel, a másik az oktatásért, mint régen a... Tehát hogy azért így képzeljük el, amikor arról beszélünk, hogy vitézi államtitkár volt. Tehát hogy olyan nincsen nekem, tehát ez az én személyes izém, hogy úgy indít az LMP egy volt fideszes államtitkárt, hogy itt nem arról van szó, hogy ő kiszeretett a Fideszből, lásd Hatházy, aki rájött arra, hogy mucsiznak
a dohány koncesziókkal, és ez neki morálisan nem fér bele, önkormányzati képviselőnek is azt mondja, hogy ő kiszáll ebbe az egészből, és rájön arra, hogy vállalhatatlan a rendszer. A Vitézinél nincs ilyen, a Vitézi nem mondja azt, hogy vállalhatatlan a rendszer, szerinte ez teljesen jó ez a rendszer, csak javítani kell szakmailag egy csomó dolgon. Tehát nekem ez no-go, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ellenzéki embernél ez ugyanígy no-go. Ami nem baj az LMP-nek, mert az LMP nem erre hajt. Csak tiszta vizet tesz az emberek előtt abba a pohárba, hogy az LMP az igazából hogy is viszonyul ez a rendszerhez. És mert hogy én nem mondom, hogy ez a rendszer diktatúra, de nem demokrácia, nagyon nem demokrácia, és ebben a helyzetben az LMP viszont úgy tesz, mint hogyha itt egy virágzó demokrácia lenne, ahol itt szakemberek lehetnek egyszer fideszesek, meg egyszer nem fideszesek. És amit akarok mondani, hogy az igazából jót is tesz, már bocsánat, hogy így mondjuk, tehát egy kicsit tisztítja a képet, ami hogy egy messzire nyúló példát mondja, tehát én az ATV-t nem tartom független, objektív, kiegyensúlyozott tévének, sok oka van, ebben most nem menjünk bele, hogy miért, ugyanígy nem tartom az LMP-t sem egy ellenzéki szereplőnek, csak még mindig nagyon sokan azt hiszik, főleg a zöld ügyek iránt nyitott és a környezetvédelemért aggódó emberek azt gondolják, hogy az LMP az, ami a zöld ügyeket tudja itt Magyarországon képviselni, meg azt gondolom, hogy nem, mert nem lehet úgy zöld ügyeket képviselni, hogy te közben fideszesekkel kokettálsz ilyen-olyan módon. Bocsánat, ez a rendelésemért. Kérdés, hogy a Vitéziről mennyire tudják elhitetni, hogy nem a Fidesz embere, vagy nincs közben hozzá, stb. Hát, hogy ez... mennyire tudják igen. Tisztára mozni? Hát, hogy az ellenzéki pártok mennyire fogják betámadni, vagy a Karácsony Gergő stábja mennyire fogja betámadni, hogy ezt azért a budapestiek számára legyen világos, hogy a Vitézi az milyen, meg honnan jön. Azt a, most már nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de ez legalább már nem én gyártottam, hanem létezik. Tehát, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az LMP-s vezetők mondjuk nem egyébként is kokettálnak fideszes, nem tudom, döntéshozókkal mondjuk, vagy valami, tehát, hogy létezik ott egyfajta informális kapcsolat a két társaság között. Tehát, hogyha elfogadjuk, akkor azt is elfogadhatjuk már akár, hogy azért érdemes elindítani, azért indul el a LMP színeiben a Vitézi, hogy lemorzsoljon szavazatokat. Kicsit szétforgácsolja ugye az egyébként sem létező nagy ellenzéki összefogást. Az előbb mondtad el, hogy mekkora károkat tesz egyébként az ő indulása a statisztikában, tehát hogy honnan szedeget le, mindenhonnan leszedeget. Mindenhonnan, igen. Valamennyi százalékot, valószínűleg jóval megosztottabb lát fogja tenni a közgyűlést, hogyha ő is elindul le. Az eredmény tekintetében is megosztottabb lesz talán a közgyűlés. Szóval nem lehet, hogy egyszerűen csak trollkodnak a Vitézivel? Lehet. Én azért nem vagyok DK-s nyugdíjas néni, mert én nem hiszek ezekben a fajta összeesküvés elméletekben. Én szerintem az LMP nem kokettál ilyen módon a Fidesszel, hogy bármilyen szinten is lenne kommunikáció. Lehet, hogy valamelyik harmadik... Hát egy medencében nyaralnak a vezetők, na. Értem, de valahogy, tehát nem, én szerintem, én inkább máshogy közelítem meg, vagy másba hiszek, mert ez innentől kezdve tényleg csak hitbeszélgetés. Igen, persze. Én szerintem az LMP jobban utálja a többi ellenzéki pártot, mint ahogy azt gondol, mint amennyire gáznak tartja ezt a rendszert, amiben élünk. És ebből fakadnak ezek a trollkodós döntések. Meg abból fakad, hogyha elindulnak három polgármesteri helyen Budapesten, akkor lesz listájuk, a Vitézi felhúzza az ő listájukat, és lehet, hogy nem az MKKP lesz majd ők a mérleg nyelve, hanem ők akarnak lenni a mérleg nyelve a közgyűlésben, mert nem lesz közgyűlési többsége a Karácsony Gergely támogató pártok összességének. Tehát, hogy inkább ilyenek vannak mögötte, nem az, hogy ezt kitalálta az LMP harmadik pártpénztárnoka, meg a Kubatov Gábor, mint nem tudom, pártigazgató, szóval nem hiszem, hogy ilyen összeesküvések vannak. Azért arra is kíváncsi lennék, amikor ezt mondjuk így eladják az LMP-sek a zöld pártoknak Európa szinten. Itt azért EP választás is lesz, nem csak önkormányzati választás. Magyarországról is mind a két zöld párt benne van az európai zöld pártokban. Ugye mit lát ebből Európa? Az egy dolog, hogy egyre jobban ismerik a magyar belpolitikát, Orbán miatt, meg ez az egész Ukrajna, meg vétózás, meg az egész... Svédek, igen, tehát hogy egyre inkább egész Európa érti, hogy itt mit zajlik nagyjából, de a pártcsaládon belül is azt látják, hogy itt van egy, még ilyen körülmények között is van egy zöldpárti polgármesterre a fővárosnak, és ezt megtolkodja az LMP, aki az egyik tagpártja. Tehát azért erre kíváncsi leszek, hogy ezt így hogy fogják lenyomni az európai zöld pártok torkán. Tehát... Nem ért a Vitézi is tök zöld ezzel a sokszor megközlekedéses. Ez technikával. Jó, hogy mondod, mert hogy szerintem ez sem világos, a fekete doboz. Tehát, hogy mindenki azt képzel bele, amit akar. Uh-huh. A Vitézi sokkal durvább beavatkozásokat akar a város
közlekedési szövetében, mint a Karácsony Gergő végig tudott vinni a városon. Ami persze, hát én egyébként ennek örülök, tehát én a szökében, ha egyszer találkozom a Gergővel, akkor azt mondom neki, hogy többet, csak nyilván hát ez nem ilyen egyszerű, hiszen van egy csomó autós, meg vannak koalíciós pártok, meg minden. Na most a Vitézit Dávid sokkal durvábban akarja átalakítani a várost. És vajon hány ebből a 23%-ból, vagy nem tudom hány százalékból, hány olyan ember van, aki ezt tudja? De hát a Vitézi erről ismert. Hát aki a Vitézire szavaz, az ezt tudja. Nem, róla, nyilván nem. Vannak protest, miért szerinted a Mi Hazánk, aki az a 3%, ami a statisztikailag az a Mi Hazánk. Azok a biciklista Mi Hazánk. A biciklista, jó, oké. Én ezt elfogadom. Ez ilyen egyszerű. Elfogadom. Vitézi Dávid mivel jár? Biciklivel vagy BKV-val? BKV-val jár, mert nincs, azt hiszem nincs jogosítványa. Van egy ilyen rossz indulatú plecska, hogy amikor költözött, akkor kötelesek volt a BKK az új lakása előtt, az új albéret előtt ott egy kialakítani egy buszmegállót, mert hogy nem, tehát ő nem volt hajlandó annyit gyalogolni, és az viszont sokba került, hogy mindig letaxizzon a lakásától a busz megállóig, tehát hogy ott, hogy van egy ilyen pletyka, mit ez tudom én, hogy igaz-e? Ezt nem tudom elképzelni. Én el tudom képzelni, de én nem a Vitéziről tudom elképzelni, hanem ugye vannak ott ilyen tervezők, ismertem egyet közülük, tehát itt úgy kezeljétek, hogy van itt ilyen 6-8 megszállott ember, akik imádják Budapestet meg a tömegközlekedés, ilyen óriási térképek előtt egy nyöszörögnek, hogy a különféle buszok meg villamosok hol álljanak meg, tehát ezek imádják az egészet, és addig rajzolnak, amíg minden a legoptimálisabb. És el tudom képzelni, hogy az egyiknél azt mondta, hogy jó, ne itt legyen, nem két sarokkal, mert úgyis ott lakik a Dávid. Tehát nem hiszem, hogy a Vitézi Dávid volt az, aki ezt izé, hanem egyszerűen csak a magyar legszebb közigazgatási hagyományok mentén az egyszerű csinyogni. Polgármester úr, előtt fogjuk. A szervizmusra gondolsz, és mint a legszebb hagyományunk? Egyik legszebb hagyományra utalok, igen. Igen. De van egy ilyen pletyka Vitézi Dávidról. Jó, hát ha már viszont... Van még több Vitézi Dávid? Több Vitézi Dávid nincs, de vannak kis témáink. Ha már urbanizmusról, várostervezésről, közlekedésről, ilyenekről beszélünk, én hoztam egy olyan kis témát, amit csak így bedobok, és nem tudom, hogy erről mennyit kell beszélni. Nekem egy plusz gondolatom van hozzá, azért hoztam. Lehet, szóval, ennyi lesz ezek. Párizsban népszavazás volt, helyi népszavazás, és több mint háromszorosára emelték a SUV-oknak a parkolási díját. Erről döntött Párizs városa a lakók. Méghozzá ez úgy néz ki, hogy most már a SUV-oknak 18 euró óránként a parkolási díj. Ez mondjuk kurva sok. Az ugye, hogy az brutálisan sok, és azt hiszem úgy van, hogyha 3 óránál tovább maradsz, akkor az még fölmegy, tehát még az óránkénti díj háromszorozódik, tehát utána a negyedik óra az már nem 18, hanem 54, tehát valahogy így van. Tehát egy a 6 órán keresztül az 216 euró. Oh. Tehát 80 ezer, vagy 85 ezer, nem tudom hány ezer forint. Tehát üzenjük a hallgatóinknak, hogy SUV-val ne menjenek Párizsba, mert nagyon drága. Szóval nekem el nyilvánvalóan van véleményem, és egyébként ismertem is ezt a hírt. Mert az általam közkedvelt kerékpáros topikokban, ez természetesen. Egyébként autós topikokban is. Ez most kiemelt hírként fut. Talán az autósokban még jobban is. Egyrészt szeretném itt újra elmondani, szerintem ebben a podcastban már egyszer elmondtam, hogy szerintem Anne Hidalgónak vannak a legnagyobb és legkeményebb tökei az egész európai városvezető szkémében. Párizs főpolgármesteréről beszélünk. Igen, Párizs főpolgármesteréről beszélünk természetesen. Ugye ő már a Covid alatt is ugye elsőként húzta meg azt, hogy akkor ilyen komplet utcákat meg külső sávokat adott át a kerékpárosoknak, és alakította át egyébként a közlekedési rendet számos ponton Párizsban, ahhoz, hogy az ne kedvezzen egyébként a gépjárműveknek, hanem inkább a közösségének, meg a kerékpáros közlekedésnek, meg a gyalogosoknak, ne adj Isten. És egyébként a másik, amivel nagyon szépen szembe megy, nem tudom, tudjátok-e, nem fog tudni pontos számokat mondani, de hogy SUV-okból, tehát a városi telepjáróból adnak el legtöbbet autót a világon. Tehát, hogy a kis autók, a kis buszokkal, nem tudom, tehát hogy minden más kivitel, annak az eladási számai, azok abszolút értékben elmaradnak a városi telepjárókétól, ami minden szempontból értelmezhetetlen, mert egyrészt ugye nem zöld, rengeteg helyet foglal, terepet járni nem lehet vele. Tehát hogy kizárólag, gyakorlatilag azt az egy dolgot nyújtja a vásárlójának, hogy egy ilyen biztonságérzetet nyújt számára, hogy én egy nagy, magasan ülő, támadhatatlan dologban ülök, ami lehet, hogy egy kicsit több gyalogostól meg, hogyha egyébként elütöm vele őket, de legalább én biztosan túl fogok élni
szinte mindent. És hogy ezt a paradoxont, ezt valahogy fel kell tudni oldani, hogy miközben mindenki épésszel tudja, hogy ilyen autót nem volna szabad gyártani, de mégis, mivel a piacon ez megy a legjobban, inkább nem gyártanak többet kis autót, csak hogy ezeket el tudják adni. És a oda eső környezetvédelmi kvótát inkább rászánják a SUV-okra a gyártók. Igen. Hogy nem-e az van-e? De lehet-e? De! Nő az SUV száma, és ennek hatására, aki autót akar venni, és egyébként kis autóba gondolkodna, de körbenéz, és azt látja, hogy X7-esek, meg nem tudom mik állnak körülötte, akkor úgy dönt, hogy ő is ebbe ruház be, mert utána neki is lesz egy félelemérzete, hogyha itt baleset van, akkor biztos, hogy ő fogja megszívni a... Minden bizonnyal. Swift-tel, vagy a Twingo-val, vagy a... Minden bizonyal. De hogy ugye most, és valószínűleg igazad van, tökre el tudom képzelni, hogy ez is benne van azokban a döntésekben. Viszont, hogyha elkezdenek óránként 18 eurót kérni ezeknek a szaroknak a parkolásáért, az egy esély arra, hogy ez a folyamat megforduljon. Mert akkor lehet, hogy amikor az autóvásárláshoz oda kerülsz, párizsiként mondjuk, akkor elkezdesz azon töprengeni, hogy oké, megveszem álmaim Q7-esét, de akár csak makanyját, vagy nem tudom miért. Hát de honnantól kezdve Párizsban, mert se van 18 euró fizetek egy órában, nagyon inkább mégis egy Swift. És nem mondom, hogy mindenki így dönt majd, mert lehet, hogy megoldják, mert lehet, hogy bérel parkoló, meg garázs, meg nem tudom, más. Ugye ez a közterületen való parkolásról van szó. Mindjárt talán biztos, hogy a irodaépületben, vagy a plázában is ugyanennyiért kell majd parkolni ezekkel a nagy autókkal. Szóval, hogy ez egy olyan húzás szerintem Anne Hidalgo vagy Anne Hidalgo részéről, hogy megpróbál megfordítani valamit ezen a trenden, és hurrá! Ne, számomra az a kérdés, én nem járok Budapest belvárosában gyakorlatilag soha, tehát nem tudom, hogy mennyi van Budapesten? Ott nagyon sok SUV van. De ez az agglomeráció, annak is egy gazdagabb része, tehát itt ez egy klasszik olyan hely, ahol hegyek vannak, ezt veszik a családok. A kedves hallgatóink, nincsenek hegyek, dombok vannak. Dombocskák vannak, buckák vannak, nincsenek hegyek. Oké. Elnézést. Tehát akkor nem teljesen sík a táj, így fogalmaznék, és az a kérdés számomra, hogy Budapesten mi a helyzet? Mentek, mit láttok? Oda hogy... is bemennek ezek, vagy... Be, hát persze, hogyne. Tehát a második kerületből zúduló, meg hogyne. Nagykovácsiból, meg Kutról, meg... Egyébként az van, egyébként nagyon vicces egyébként, hogy a súlyfűnt kategória az mit értünk bele. Tehát, hogy egyre több olyan kis autó van, amik egyébként SUV-ot formáznak kívülről, tehát úgy néz. Már a Mini Morris-ok is ilyen SUV-osodnak. A Mini Morris-nak is van egy akkora gombóca, ami SUV-nak akar kinézni. Egy ilyen érzés csak, amit árulunk, de hogy azt, hogyha el akarjuk adni olcsón, akkor ugye azt egy kisebb kockába kell beleférjen az érzésünk. Meg egyszerűbb alkatrészekből van, tehát ugye a sarat se fogja bírni, nem hogy a hegyet adott esetben. Nem tudja azokat a dolgokat, amik a téli pismányban időnként mondjuk szükségessé válnak, de ez mellékszál. De egyébként, ha jól tudom, akkor nem a SUV van kimondva kategóriaként ebben a parkolási szabályban sem, hanem az 1,6 tonnánál nehezebb járművek. És ez egy picit egyébként át is alakítja ezt a hírt, mert hirtelen problémává válnak a igencsak nehéznek bizonyuló elektromos autók is. Tehát, hogy bizonyám a nagyobb bacska elektromos autókat már ez a szabályzás, ez ugyanúgy érinteni fogja, mint a városi terepjárókat. És egyébként ez egy kicsit másik dimenzióba helyezi a dolgot, tehát hogyha tényleg tömegre, ha valamire meg kell határozni exaktul ezt a szabályzást, nyilván, és a SUV-ot nem lehet meghatározni, az nem egy kategória. Lehet, hogy egy piaci szegmens, de hogy műszakilag nincs olyan, hogy SUV. Úgyhogy az 1,6 tonnát, igen, hiszem, hogy a kocsit beleesik el, nagyon. Megnézem, hogy a SUV-unk beleesik el a kategóriába. Ugye egyrészt az van, hogy az nagyon komoly probléma, hogy a nehéz járművek sokkal jobban tönkreteszik a burkolatot. Főleg, hogyha mondjuk azzal egy járdán parkolsz, amit eredendően ugye a gyalogos forgalomnak a terhelésére méreteztek, tehát 50 kilós, na jó, 90 kilós férfiak sétálnak rajta, és nem 2 tonnás SUV-ok, vagy 2 tonnás hatalmas elektromos autók parkolnak rajta. De egyébként ez az útburkolatra is igaz, ahol a járművek közlekednek, ugye azok is gyorsabban mennek, nagyobb költséget okoznak, ez az egyik. A másik, az a tendencia is felismerhető, hogy valószínűleg minél nagyobb egy autó, és annál nehezebb is. És a nagysággal, most nem is a fölfele nagysággal, hogy ő most terepjáró, és most kiemelkedik a tömegből, hanem a szélte hossza is egyre nagyobb ezeknek a dobozoknak, és ugye ezek az infrastruktúrák, amiket a városokba terveznek az autók számára, ez már lassan nem tudja követni ezt a méretváltozást,
És a parkolókban nem lehet beférni ezekkel az autókkal, a kanyarokban nem lehet időnként befordulni vele, egy belvárosi utcában nem fér el a sávon belül, csak akkor, hogyha mit tudom én, egyébként mellette elférni szándékozó biciklista, az nem tudom, felszalad a járdára előle. Ezek egyre jobban túlterhelik egyébként a meglévő infrastruktúrát is, és egyébként a normális méretű autók elől veszik el a helyet. Ez akkor készültem egy adattal, 2002 vagy 2003 óta évente statisztikák szerint 0,5 centivel növekednek átlagban a szélessége az autóknak, amiket gyártanak a gyártók, tehát az elmúlt 20 év alatt átlagosan 10 centivel lettek szélesebb az autók. Tehát most már meg lehet nézni Budapesten is, hogy így egyenesen így benézed a parkolóautókat, és hogy hol vannak a SUV-ok, mert egyszer kijebb állnak a SUV-ok. És ilyen statisztika még az is, hogy a SUV-ok 30-40 centivel magasabban van a, nem tudom, hogy az orruk, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Tehát ha azzal elütnek egy gyereket, vagy egy alacsonyabb idős nénit, az most már nem ellöki, hanem beteperi maga alá. Azért ezeknek pont, hogy odafigyelnek erre a részére, nem? Tehát, hogy ingatja a Zoli a fejét. Zoli, mit tudsz a biztonság azt tudom, tehát, hogy azt tudom, hogy statisztikailag is kijelenthető, hogy a SUV-ok a baleset gázolás, a gyalogos gázolásnál sokkal nagyobb kárt tesznek a gyalogosban, mint a hagyományos méretű autó. És egyébként ezt én mégsem gondoltam ezt az 1600 kilónyi, tehát az ott meghúzott határt, valóban beleesik az elektromos autók egy része is, na de ez se baj, tehát egy belvárosban tök fölösleges olyan elektromos autó, ami 800 km hatótávolságú, azért, mert tele van építve iszonyú sok akkumulátorral, holott ő a munkahelye és a bevásárló, meg a nagymama, meg ezek között megy egy 3-4 szögben naponta 40 km a Párizs városába. Tök fölösleges, neki kell egy kicsi, kompakt, ügyes, gyors. Lehet, hogy egy része beleesik, na de azoknak is tulajdonképpen miért kell a város? A városba egy 50 km-t megyek, maximum egy nap, vagy 100 km-t, és hogyha egyébként el kell mennem nagyon messzire, akkor mondjuk bérelek egy olyat, amivel el tudok menni. Vagy szóval, hogy ebben van logika, hogy 1600-nál húzzák meg ezt a határt. Azt akartam kérdezni, hogy a Cybertruck hány kilóra? De az, ha jól tudom, akkor a nagyobbik verziója az a összterhelhetőségre meghaladja a 3,5 tonnát. Ez Magyarországon nem alapból C kategória. Alapból C kategória Magyarországon? Igen. Gyönyörű. Ami miatt én hoztam, vagy szóval nekem meg az a gondolat, mert ez tök jó, amikről beszéltetek, nekem meg az a gondolat jutott eszembe, hogy a hírben benne van az is, hogy hányan szavaztak ezen a helyi választáson. 5,7%-at. Párizs lakosságának 5,7%-a vett részt, és 54%-kal ment át ez a döntés. Tehát itt azért a legitimáció az kérdőjeles. Én nem tartom illegitimet, tehát én nem gondolom, hogy ez nem lenne legitim. Akit érdekelt a kérdés, elmentek és szavaztak, de azért tényleg 5,5%-nyi részvétel, az szerintem az bődületesen alacsony, és annak a kicsit több, mint a fele döntött el. És ami miatt ez érdekes, az egész témakör. Az utóbbi időben nagyon sok olyan podcastot hallgatok, ami következő 20 évünkről, 40 évünkről, jövőről, hogyan fog az emberiség megküzdeni ezzel a problémahalmazzal, ami itt előttünk áll, közgazdászok, természetjáró emberek, filozófusok, tehát egy csomó ember így ezen gondolkodik, és mindenki jártatja a száját, oké. És rendre az a kérdés merül föl, hogy vajon az diktatúra-e már, ha azt mondja az emberiség, hogy mondjuk tilos innentől kezdve bankokba, vagy a távol-keletre csak azért elutazni repülővel, hogy te ott egy ugyanolyan hotel szobában ücsörögjél a medencében, ahol itt is a budapesti nem tudom milyen ötcsillagos, a Marriott hotelben is ücsöröghetnél. Tehát minek elmenni ahhoz neked Indonéziába? Persze, hogyha te oda akarsz menni... Hát Ájföldre vannak válaszaim, hogy... Miért? Jó, mi a különbség világos, a Marriott és ugyanígy felmerül az, hogy a SUV-okat például be kéne tiltani, mondja nagyon sok környezetvédelemmel és fenntartható közgazdaságtannal foglalkozó ember is, hogy például ezt kompletten be kéne tiltani úgy, ahogy van, tehát nem kéne, tehát tilos, ahogy betiltották a Trabantot, miért ne lehetne betiltani a SUV-okat? De tehát, nem miért lenne kevésbé környezetbarát egy SUV, mint egy, tehát nekem itt áll a de ez fontos, kérdő, két autó, és az öreg könnyebb nem szóval, az többet fogyaszt, és rosszabbat tesz a környezetnek, mint az egyébként sokkal alacsonyabb lóerővel
tudom mi ez. Teljesítmény. Teljesítménnyel bíró, ez szó végig. Nagyon szeretnék visszamenni az előző, az amivel elkezdted ezt a hosszú körmondatot, aztán utána, amire reagált a Zsuzsa. Szóval, hogy nekem nagyon kezdte le lenni a tököm azzal, hogy politikusok a döntéseiket megpróbálják legitimálni ilyen népszavazásnak titulált dolgokkal, amiben aztán utána 5% beszélsz, és én már a Szentendrei hírnál nagyon kivoltam ezen borulva. Én azt gondolom, hogy minden ilyen esetben az történik, hogy... Hogy nem meri a politikus egyedül meghozni? Így van, hogy nem és itt akkor itt most kicsit csökkenteni. Lenni, Anne Hidalgo tökei egy kicsit összementek ettől a számodattól. Tehát, hogy én tényleg azt gondolom, hogy ez nem fair. Uh-huh. Tehát, hogy ráadásul pont emiatt ugye támadhatóvá is válnak ezek a döntések. Nyilván sokkal nagyobb és élesebb vitákat kell utána kiállni azoknak, akik ezeket a döntéseket támogatták volna. Szerintem ez rossz irány. Én nem gondolom, hogy ezt kéne csinálni. Azt gondolom, hogy politikusainknak igenis vállalniuk kéne a felelősséget azért, hogy hoznak egy olyan döntést, aminek egy valamekkora szavazói csoport valószínűleg kárát fogja látni, és hogy bízniuk kell abban, hogy hosszú távon, és a szerencséjük van akkor cikluson belül, ha nincs szerencséjük, akkor cikluson kívül, de az idő mégiscsak majd őket igazolja. Sajnos, a mostani politikai kultúra, vagy a politikusoknak ez a viselkedési mintái, azok úgy épülnek föl, hogy hát a szavazat optimalizálás az elsődleges cél, és csak utána a közérdek. És emiatt aztán tesznek meg ilyen húzásokat, hogy ezeket a döntéseket letolják egy ilyen valóban teljesen illegitim, a szememben nevetséges népszavazásra. És az SUV-k azok miért környezetrombolóbbak, mint mondjuk az én egyszerű C4-es Citroenem? Több helyet foglal a közterületből, több anyag van benne, amit utána újra kell hasznosítani. Azt beszéltük, hogy veszélyesebb a gyalogosokra, Jobban terelő utat, tehát gyakrabban kell őket majd akkor az utat is javítanod. Abban is ugye minden egyes felforralt cementtel megint mentek a gőzök kifele a nagyvilágba, tehát hogy minden, ami ugye a gyártás meg a fenntartás köré szerveződik, az több De mondjuk benzinben nem feltétlenül... Egyáltalán. Hát annyiból igen, egyébként, hogy a nagyobb tömeget, nagyobb légellenállást valamivel több üzemanyaggal lehet csak leküzdeni, vagy mozgatni, de ugye neked közben ugye az történt, neked azért sokkal gazdaságtalanabban üzemeltethető a régi kis autód, mint a mostani SUV-d, mert két külön a motorfejlesztések és az autófejlesztések két külön korszakában születtek. Ma ugye három hengerből hoznak ki, mit tudom, versenyautóban 400 lóerőt, miközben ugye a három hengeres autó, amire mi emlékszünk, emlékszik három hengeres autóra, az a Wartburg volt a maga... 35 lóerő? Mondjuk, igen. 42 lóerő? 42 lóerejével, igen. Aha. Tehát, hogy most már sokkal, tehát a technológia azért az tartott, hogy el tudja mozgatni még a nagyobb anyagot is. Tehát nem is az SUV-kkal, nem elsőlegesen az a gond, hogy környezetvédelmileg aggályosak, hanem társadalmilag aggályosak? Hát nem. Vagy közvetlenül a motor kibocsátásához kapcsolódó a probléma. Igen, aha. Hanem az összes többihez. Ugye most már vannak ilyen, most már létezik egy Green Cap nevezetű szervezet, keresetek rá, majd belinkeljük a sonotba, akik azt csinálják, hogy mindenféle autókra kiszámolják a teljes életciklusra eső teljes költséget, környezetszennyezési mutatókat és így tovább. És ott nagyon érdekes adatokat lehet egyébként találni arról, hogy mondjuk a SUV nem SUV, elektromos autó nem elektromos autó viszonylatban milyen valódi összehasonlításokat lehet tenni. Spoiler, a kis elektromos autók viszik a pálmát a gazdaságosságban és a környezetvédelemben. Amikor idefelé jöttünk, Zoli, te hoztál engem, mert hogy telekocsizunk. Igen. Beszélgettünk a külső sávban, és a belső sávban egy ilyen fekete, batárnagy Dodge Ram volt talán. A bennem mindmáig élő 8 éves kisfiú az elképesztően menőnek gondolja. V8-as motorral is. Hát brut, de hogy... Nagyon remélem, hogy az volt benne. De tulajdonképpen... hogy az tehát nem ide való, nem való, tehát hogy borzalmas. Még a bazi széles kétszer kétsávos 11-es úton Szentendrén is olyan túl nagy dolognak tűnt ott a belső sávban. És mögötte egy olyan Suzuki ment egyébként, ami, hát nem viccelek, de mondjuk fele olyan magas volt, és fele olyan rövid volt, és kétharmadnyi szélessége volt, tehát eltörpült. És ugyanúgy öt személy szállítás. Ugyanúgy öt személy. És igazából Zsuzsa, mi átcsaptunk a te témádba, hogy villanyautós lettél. Igen, ez egy nagy dolog az életemben.
egy villanyautós lettem. Nem gondoltam, hogy eljön ez a pont még az én életemben. Nem is terveztem, hogy villanyautós legyek. Fiatal voltál és kellett a pénz. És köszönhetően Romániának, a szomszédunknak lettem én villanyautós, amit lehet, hogy meglepő egy első hallásra. De arról van szó, hogy vannak olyan országok, ahol azt gondolják, hogy dotálják azokat, akik villanyautót akarnak venni, és lecserélik a régi autójukat villanyautóra. Ez egyébként Németország is csinálja, de a románok is csinálják, és nem meglepő módon, mivel az övék a Dacia, ezért mintegy 8000 euróért lehet megvásárolni vadi újonnan egy Dacia Springet, ami talán most a legolcsóbb villanyautó, de ebben nem vagyok egyébként biztos. Egy évig kell használniuk, és mivel nagyon rafinálta. De hogy eladják, használtam. Magyar kereskedők erre ráálltak, és szakmányba hozzák be ezeket az egyéves autókat, amiket itthon természetesen nem 8000 euróért, nem is 7000, hanem ennél azért többért eladnak. Majd utána... Tényleg, tehát drágában adják el? Persze, abszolút igen. Tehát olyan 4 millió, 3 és 5 millió forint között mennek most, és utána az asszony vagy a férnevére megveszik, újra a 8000 euróért, újra használják egy évet, majd újra leadják. Ez a németeknél most azt hiszem, hogy 10000 euró lett. Magyarországon is most indult egyébként egyéni vállalkozóknak és cégeknek, 4 millió forint támogatást ad a kormány, viszont az egyik nehézség, az Alira nézek, aki villanyautós, hogy van-e kaszkód, mert hogy állítólag az egy iszonyatos tétel a villanyautóknál, és hogy kötelező ezekre az autókra kaszkód kötni, ami évi. A villanyautókra tényleg drága a kaszkód, de ennek egyébként elég sajnos nyilvánvaló okai vannak. Az az általános trend, hogy a villanyautók a balesetkor sokkal drágábban javíthatóak, mint a nem villanyautók. Egyébként egy általános autóipari trend van, szerintem ez ügyben. Ugye az történik, hogy sokkal nagyobb részegységekből vannak már összeállítva ezek a most már egyre egyszerűbb autók. Tehát például, hogyha egy villanyautónak a hajtás láncában valami megsérül, motorja vagy ahhoz kapcsolódó valami további szerkezeti elem, akkor általában az egészet kikecsere az alján. Tehát, hogy nem tudod külön-külön részeként javítatni ezeket a dolgokat. Biztos nem minden autóra igaz, és biztos nem egyformán igaz minden modellre, de hogy összességében mégiscsak az történik, hogy ilyen trendek miatt ezek sokkal drágában javíthatók, mert sokkal nagyobb értékű és átfogóbb alkatrészeket kell cserélni egyes sérülés során. Én egyébként nem megyek be Budapestre szinte soha autóval, hanem én BKV-zom. Olyan, akkor BKV-zol? Nagyon szeretem a BKV-t, igen, és az nekem egy külön örömforrás, hogy lehet nézni az embereket, meg hogy mi változott. De ez egy gazdasági döntés volt, ami egyrészt az ingyen parkolás miatt született meg, ami nem tudom, hogy meddig lesz, mert minél több a zöld autó. Ha rajtam múlna, nem sokáig lenne. Így van, Szentendre ugye már eltörölte. Sose volt? Úgy tudom, Szentendrén ingyenes parkolás. De volt. Volt, igen? Volt. 16-17 ilyesmi volt. Ja, de nem tartott akkor sokáig. Oké, tehát hogy illetve az, hogy napelem van a házon, és ez gyakorlatilag ingyenessé teszi a fogyasztását. Tehát, hogy ez volt a döntés. Napelem van a házon, a lekvár az a szomszédtól, vagy az tőled van? Ez enyém, én csináltam. Te csináltad, a tojást is. A tojást is te csináltad? Igen, és a szomszéd tehenészetből van a tehen. Úgyhogy tényleg szinte már önállátóak vagytok. Igen, abszolút. Ez a cél, hogy önállátóak legyünk teljesen. De ettől még nem gondolom környezetbarátnak a villanyautót, viszont hihetetlenül élvezem, és tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyire élvezni fogom. Azt akartam egyébként elmesélni, hogy ha már villanyautó, és azt elemezgetjük, hogy mennyire éri meg, vagy sem. Most volt ez a hír, hogy az autókölcsönzők eladják a villanyautóikat, mert és az a mondás hozzá, hogy rohadtul nem értem meg nekik, és az én csajom az, aki rettenetesen képben van villanyautó ügyben, az összes csoportot egyfolytában olvassa, és tényleg egy olyan karakter, akit annak előtt azt se tudta feltételül, nyilván karikírozom a dolgot, hogy elő vagy hátul van a motor. De igen, de hogy nyilván tudta, persze, viccelek, de hogy ennél sokkal közelebb azért nem került az autóhoz sose. Ő most teljesen képben van mindenféle villanyautós topikokban. Na és akkor ő utána ment ennek a hírnek, hogy ebből eszik vagy isszák, és mi igaz belőle. És hát nyilván az alaphír igaz, tehát hogy valóban szabadulnak az autókölcsönzők az eladott autóktól, de hogy rohadtul nem az a baj, hogy gazdaságtalan, hanem hogy
egyrészt bármennyire is zöldek az autóbérlők, végül valahogy az Istennek se a villanyautót választják, amikor áll mellette egy dízel. Mert hogy ő sokat akar menni, és nem akar bíbelődni azzal, hogy autótöltéssel töltse az idejét, pláne mondjuk egy idegen országban, ahol autót bérelsz, és azt sem tudod, hogy hogy kell a helyi infrát használni. Tehát, hogy ezekbe a kalandokba kevesebben bocsátkoznak, mint amennyire ezt szerették volna eredetileg az autó bérlő cégek. A másik az, hogy tényleg igaz, amit az előbb is beszéltünk, hogy ha megtörik az autót, akkor valóban fajlagosan magasabb a javítási költsége, mint egy belső égésű motorral szerelt autónak. A Hertz és a hasonló nagy prémium márkákról van szó egyébként, tehát nem az utolsó, nem tudom, észak-afrikai autókölcsönzőkről beszélünk, akik ugye egy-két évig tartanak autót meg. Max, tehát az két évesnél régebbi autó nincs a kölcsönözhető autók között. És a harmadik pedig az volt, hogy ugye ők két évesen megszabadulnak ezektől az autóktól, a két éves kori használt autó piaci áron. Na most, amikor a Tesla, meg most már a BYD lefele viszi az árakat, mint az állat, ők pénzügyi terveik mondjuk így meghiúsulnak. Tehát, hogy nem azon az áron fogják tudni eladni két évesen, mint amire számítottak, mert már, mit tudom én, 10%-kal olcsóbb az az autó, mint amikor ők újonnan megvették az akkori képkét. Az eladás pillanatában lévő újkori ára. Tehát mondjuk 16.000 eurót váltak belőle, de most csak 13.000 lehet eladni a piacon. Akkor az Excel táblában egy nagyon csúnya számot ad ki a végén, hogyha neked egyébként... 20.000 autóban. És ebből mi következik, hogy az emberek még mindig nem választanak villanyautót. Na. Van még egy olyan, ezt is csak a rövidke témának hozom föl, így gondolatébresztőnek. Lejátszok nektek, a hallgatótnak meg bejátszom egy videót. Hey man, I heard about that dark deepfake project you're working on. Yeah, it's a fucking beast of a project, isn't it? Tell me more. Well, we're using some cutting-edge AI shit to create these hyper-realistic videos. It's like creating fake news on steroids. So what is the end goal then? To make money? Hell yeah, that's the idea. We're planning to sell these fakes as a service. Think about it, politicians, celebrities, anyone you want saying or doing anything you want. It'll be like having a personal puppet master. So who's paying for this then? We got some rich investors on board, dude. They see the potential in it and are willing to back us up. Who? Can't say names right now, man. But trust me, they're big players in the tech world. Just tell me. All right. One of them is Elon fucking Musk. He's invested a shitload of money into our project. Nah, I don't believe you. Fuck man, I swear it on my mother's grave, Tehlon's in. We even have a video call with him last week to discuss the progress of our project. So what's Musk using this for then? He didn't say explicitly, but I think he wants to use it as a tool for social engineering. Nah, I don't believe ya. You really need to get out more, man. This shit is real. And with Musk backing us up, we're gonna change the fucking world. Egy programozó futtat egy ChatGPT-t, és azt mondja a ChatGPT-nek, hogy hello, te egy dark web-en dolgozgató AI fanatikus crazy ember vagy, és ennek megfelelően beszélgess velem arról, hogy ti most itt mit csináltok. Na és akkor még így beszélgetnek, csak így röviden, hogy hé, haver, hallottam arról az illegál deepfake projektről, ami melozol. Ja, nagyon állat mi, mondja a deepfake projekten dolgozó programozó. Mesélsz róla? Hát, nyomhatjuk ezt az AI szart, hogy hiperrealisztikus kamu videókat csináljunk, vágod, körülbelül mintha szteroidot fecskendeznél álhírekbe, érted? Jó, de és mi a cél? Zsét csinálni? Még szép, ez a terv, el akarjuk adni ezeket a hamisítványokat szolgáltatásként. Gondolj bele, politikusok, híreségek, bárki, akit akarsz, bármit mond, vagy csinál videón, amit akarsz, mintha egy bábmester lennél. És ki fizet ezért? Van néhány gazdag befektetőnk már a fedélzete, haver, látják benne a potenciált, és hajlandók minket támogatni, és megy a beszélgetés, itt mi zajlik? A csávó, aki itt ezen a videón van, ő egy program, az egy YouTube videó, ez ő demonstrálta, hogy az úgynevezett large language modellek, a ChatGPT az ilyen, tehát hogy nagy nyelvi modellekről beszélünk, hogy a nagynyelvi modelleknek nem tudod te azt megmondani, hogy tegyél úgy, mintha te a dark web-en tevékenykedő ilyen shady fickó lennél, aki deepfake videókat csinálgat. De ezt nem tudom megcsinálni, mert azok, aki ahova te el tudsz fizetni a ChatGPT vagy a Llama, vagy ezeknek ott le vannak korlátozva azért nagyon helyesen. De bárki le tud tölteni magának large language modellt, futtatja a saját számítógépén, vagy összerak egy 4 számítógépbe álló elég jó rendszert, és itt azt demonstrálja, hogy
hogy olyan fejlett most már a technológia, hogy nem az, hogy írásban, hanem hallottátok, ugye, tehát hogy a válasz, az rögtön átrakta egy vokalizátoron keresztül, és az átlagember nem ismeri föl, hogy ez egy számítógép által generálva. Jó akcentus volt a srácnak. Jó akcentus volt, elhittett neki, mert szlenget használt, dark webes, na, tehát hogy nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ezek a fake videók, ezek, amik mögött már ChatGPT van, az így elárassza az internetet. És megvan nektek az a sztori, hogy a dél-koreai pasit behívták az értekezletre, ott ültek a főnökei, kiadták neki a feladatot, utoljon át, nem tudom, 9 milliárd forintnyi dollárt, vagy hongkongi dollárt, nem tudom hova, végrehajtotta a feladatot, e-mailben visszaigazolta a főnöknek, majd kiderült, hogy rajta kívül mindenki AI vagy volt a teremben, tehát ő gyakorlatilag úgy tárgyalt ezekkel az alakokkal, vagy nem tudom milyen szót használni, hogy ez egy deepfake videót vettek fel velük. És hát nem jött rá, hogy nem a főnökkel beszél. Gondolom, egy nyilván elég formális kapcsolat lehetett kettőjük között, de vagy hármajuk vagy négyük között, de hogy ez lett a történet vége. És ez csak egy a sztoriból, és... És itt nem az a lényeg, hogy a deepfake videó előre el van készítve, tehát ez most már valós időben látencia nélkül, tehát ahogy reagál a mesterséges intelligencia, vagy hát large language modell, tehát nagy nyelvi modell, az azonnal ott van videóban, ott válaszol, tudsz vele interaktívan beszélgetni, és hogyha nincs lekorlátozva, már pedig ha te otthon futtatod a saját Nvidia videókártyádon, az már bírja, akkor nincsenek olyan megkötések, ami a, mondjuk az OpenAI-t azért köti, hogy nem lehet dark webes eladót imitálni. Ennek gondoljuk végig, ugye közéleti podcast, vagy gondoljuk végig a közéleti dolgai, de gondoljuk végig a gazdasági bűnözésre, amit te hoztál be. Szóval... Vagy újságíróként kapok egy videót, hát ez a... vagy egy klasszik, nem? De szerintem most is alapszabályként tekinteni. Például politikai kommunikációban, politikai partnerekkel való kommunikációban, főleg az USA, az USA-ban, de szerintem lassan Európában is, sem telefonon, sem videócseten nem lehet sose biztos abban, hogy az a partner, akivel te éppen beszélsz, az tényleg az, akivel te azt gondolod, hogy éppen eszmecserét folytatsz, illetve a másik ugye, ami szerintem borzasztóan veszélyes, az meg pont az, amit te is szerebb utaltál, hogy most volt valami cikk, hogy 10 milliárd forintot csaltak ki, csak Magyarországon azok a típusú elkövetők, akik azt a típusú bűncselekményt csinálják, hogy felhívnak téged egy bank, vagy bármi másnak a nevében, hogy ezért vissza akartak neki élni, akkor adjon meg a nem tudom milyen adatait, és akkor így valahogy, nyilván egyébként, hogy mondjam, nevetségesen fajék egyszerű módszerekkel, csak ha bemegy a szitúban, akkor nem biztos, hogy kapcsolsz. De nyomás alá vagy helyezve, pénzedről van szó, a helyzet az... Ehhez már elkövető sem kell majd, csak egy kóder, aki szépen elmagyarázza az AI-nak, hogy egyébként hogyan kell fölépíteni egy ilyen beszélgetést. Tehát nem csak, hogy megspórolja az emberi erőforrást, amit ki kell fizetnie nyilvánvalóan, hanem azt is egyébként, hogy annak a hibáit is megspórolja. Tehát, hogy nem, de ugye nagyon sokszor azzal buknak le ezek a fék, vagyis az a telefonáló elkövetők, hogy végül kiesnek a szerepükből, nem olyan szót használnak, amit egyébként az operátor használt volna, és így tovább. Szóval mögöttük mondjuk a többiek nem egy olyan technikával dolgoznak, ami egyébként mondjuk egy banki szervizdesknél mondjuk rendelkezésre áll. Na, ezeket elfelejteted, mert tökéletes eredmény fog produkálni, ugye az a számítógép, akivel valójában beszélsz. Ez nagyon, nagyon brutális lesz a politikai részére is. Tehát, és most lesz majd a Trump-Biden csata, valószínűleg az lesz Amerikában, ott szerintem ezek mind elő fognak kerülni. Hogyha ez így nyilvánvalóvá válik az emberek számára, hogy ez milyen lehetőségek és milyen problémák vannak, hogyha, mit tudom én, holnap látok egy Karácsony Gergő videót, ahol két másik fiúval és három infával boldogok együtt, akkor majd rögtön tudni fogom, hogy ez nyilvánvalóan nem feltétlenül igaz, vagy hát nyilvánvalóan valaki csak be akarja mocskolni, és az összes aktos videót bármikor le lehet majd tagadni a jövőben, mert hát biztos az AI csinál. Így. És akkor hogyan lehet a valódi álhírek ellen, érted a kifejezés, a valódi álhírek ellen védekezni? Ja. Hát esetlen én sokkal komolyabbat is mondok, tehát hogy az összes mondjuk nyomozati
anyag, vagy mondjuk amit egyébként videokamera újságíró mondjuk meg tud szerezni, azokról hangfelvételek. Mindegyikről simán rá lehet majd mondani, hogy nem igaz, kamu volt, elcsinálta. Akkor refutáljunk még így a vége felé egy gyorsat, rövidet. Hallottatok-e már arról, hogy Umberto Eco 14 pontban leírta a fasizmus figyelmeztető jeleit? Például ilyen szép infografikák is terjednek az interneten, Facebookon, fasizmus figyelmeztető jelei Umberto Eco szerint, és akkor megvan az első, a mitikus elődök és a hagyományok kultusza. Következő, másságtól való félelemmel való visszaélés. Harmadik, állandó veszélyérzet. Tehát, hogyha egy adott társadalomban, államban minél több ilyen van, az annál inkább hajlik a fasisztoid berendezkedés, azt hiszem talán így lehet jól mondani, vezérválasztása a nép hangja alapján, vagy ilyenek vannak benne, hogy a kritikus gondolkodás elutasítása, a haladó eszmék elutasítása, például a klímaváltozás. Az egyszerű nyelvezet, amit ismétlődésen alapul, súlykolás és saját nyelvezet kialakítása. Szóval, hogy szerinted mondott-e ilyet Umberto Eco? Igaz-e? Hogy kezdek már egy kicsit vissza, hogy rögtön már ítélkezni kell? De hogy én valószínűleg a kis házokat nem Umberto Eco csinálta, vagy ez jó, az állítás? Nem. Ez már csak egy ilyen közérthetőbbé tétele. Szóval, hogy két dolgot kérdeznék vissza. Az egyik az, hogy mégis Umberto Eco milyen kontextusban állította el ezeket az állításokat. Az ezt lehetett tudni. Igen, vagy na igen, ez az egyik. A másik meg, hogy biztos, hogy a fasizmussal kapcsolatban tette ezeket a megállapításokat, vagy valami más politikai eszmét. Terjedő mémek, szövegek, blogbejegyzések alapján ezt határozottan Umberto Eco állította, annyit odaírnak, hogy az úr fascizm művében. Umberto Eco viszont tudjuk, hogy őnek ezért vannak nem csak szép irodalmi regényei, hanem eszé, meg például az, tehát, hogy nagyon sokféle műfajban eszéistaként, ezt lehet mondani, eszéista szerzőként ismerik azért őt nagyon sokan. Magyarországon biztos, hogy rengetegen, mert szerintem majdnem minden műve megjelent itt van. Vagy a Helikum, vagy az Európa kiadó kérdésem van. Én tagadnék. Pont az gyanús, hogy nem tudsz válaszolni a kérdéseimbe. Nem, nekem ezt és nekem ez erősíteni szintén. Nem tudom, de azt gondolnám, hogy ő ezt akkor, hogyha ilyet is írna, akkor sokkal bővebben kifejteni. Nem így ilyen 12 bullet pontba, vagy nem tudom, sorolná. Na mi az igazság? Ki fog derülni, hogy igen? Leírta. Az van, hogy leírta. Ez a mű, hogy urfaszcizm, ez tényleg létezik, ez egy esszé. Magyarországon is megjelent, nem külön könyvben, hanem itt 5 vagy nem tudom hány gyűjteménynek egyik részeként, és pont ez az urfaszcizm, ez nincs mondjuk a fülszövegben, de tehát, hogy megtalálható. Ez azt jelenti, hogy az örök fasizmus, ezt jelenti ez az esszé, ami nem, itt ugye láttatok, ez 12 pontból állt, nem 12 pontból áll ez a cucc, hanem 14 pontból, és hát én elkezdtem összerakni, nem pont ugyanezekből a pontokból áll. Tehát nagyon fura az egész, ráadásul a mémet megtaláltam egy másik verzióban, ahol szintén nem pont ugyanezek a szövegek vannak, de ugyanezek a képecskék vannak mellette. Tehát, hogy mit szeret és nem szeret, és akkor... Én amikor nekiálltam ezt így végigolvasni, akkor 14 pontból beazonosítottam 12-t, hogy ez tulajdonképpen benne van, de a másik kettő az össze van vonva, a kettőt viszont kihagyott a magyar fordító, tehát hogy egy kicsit ilyen kacsvaszos, de tulajdonképpen mondott ilyet. De ennyire leegyszerűsítően. Ennyire leegyszerűsítően, ez egy hosszú esszé, de pontokban van azért szedve a lényeg, és ez nagyon fontos, amit mondtál, nem pont így. Tehát nem pont ezekkel a szavakkal. Mondok egy példát. Például, amikor azt mondja itt, hogy haladó eszmék elutasítása, ennyi van itt ilyen nagyon leegyszerűsítve. Umberto Eco a következő módon fogalmazott. Kettes pont, a modernizmus elutasítása. Ugye ez már, minthogyha rém lenne nekünk, hogy ez a kettő nem ugyanazt jelenti. Ugyanis ez a rövidebben írva a felvilágosodást, az értelemkorát a modern romlottság kezdetének tekintik. Ebben az értelemben az úrfasizmus, vagyis az örökfasizmus irracionalizmusként definiálható. Ez nem pont ugyanaz, mint ami ott ebbe a leegyszerűsítő mémben van. Ez a régen minden jobb volt, annak az elutasítása. Igen, meg ez tényleg a tradicionalizmus, és nem pedig az, hogy modern eszmék, tehát nem arról van szó, hogy az a modern eszmék, hogy környezetvédelem kell, mert különben klímavált. Tehát nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy mondjuk a woke eszme, vagy szóval tényleg a modernizmusról beszél, a felvilágosodás, az, ami a francia felvilágosodásra induló mozgalom, azt
utasítják el sokszor ezek a fasiszta gondolkodók, mert hogy ott zökkent ki a világ a maga természetes rendjéből. És ez nem pont ugyanaz, mint ami itt leegyszerűsítve van. Döntsék el a kedves hallgatóim meg ti, hogy ez most igaz vagy nem igaz, Umberto Eco mondott ilyet, nem 12 pontba, 14 pontba. Szerintem annyira nem új egyébként, hogy híres vagy olyan embereknek, akiknek adnak a szavára az ő szellemi terméküket nem teljesen abból a célból használják föl, amire ők eredetileg előállították. Én kicsit azt hiszem, hogy ez is egy ilyen eset. Találtunk egy jó csengő szöveget, kicsit a magunk képére igazítottuk, és a mostani politikai céljaink, vagy bármilyen mozgalmi céljaink, nem tudom, elérésére próbáljuk ezt felhasználni. Úgyhogy megint csak arra tudjuk biztatni a hallgatóinkat, hogy még olvassatok Ecót. Egyébként igen. És úgy olvassatok Ecót, és kezeljétek mindent kellő fenntartással. Van-e podcast ajánlótok így a végén? Nekem van. Igen, a HVG-nek akarom ajánlani a Kasszakulcs című podcastját, ami nem meglepő módon mivel foglalkozza, mint a pénzügyekkel, mindennapi pénzügyek. 15-30 percben egy kicsit rávilágítani, ránézni, elindítani dolgokat arról, hogy hogyan legyünk tudatosabbak a pénzünkkel, hogyan vegyünk föl, vagy ne vegyünk föl hitelt, hova tegyük be a pénzünket, jó az államkötvény, vagy nem jó, vagy diszkontkincs feljegyet kell választani, és hogy ne essünk hitelcsapdába. Tehát erről van ez a podcast, úgyhogy aki kicsit tudatosítani akarná a pénzügyeit, vagy tervezni, annak ajánlom. Én hozom a fornalmat, srácok, és tőlem most nem fogtok megtudni új podcastokról. De régiről se. De hát régieket meg már minden elmondtátok. Én meg kézzétek, én meg most találkoztam a Csatahajók podcasttal, mert több ugye helyen... Ugye a Csatahajókról van benne szó. Tényleg a csávó a 17. és 18. századi csatahajókról csinál podcast sorozatot, nem tudom, 18 vagy 22. vagy szóval ilyesmi adásnál tart. Ideig ilyen 10-20 évet halad csak az időben előre, hogy technikailag hogy fejlődtek ezek a csatahajók. Varázslatos tulajdonképpen, és a fickó, ő leírja előre, tehát ő tulajdonképpen csak fölolvassa, és szinte észrevehetetlen, hogy ő fölolvassa. Egy kevésbé rutinos podcast hallgató... Lehet, nem tudom, egy kevés rutinos hallgató nem is veszi észre, hogy igazából egy felolvasott. Tudjátok, mert nagyon nehéz sokszor felolvasott szöveget úgy felolvasni, hogy te ne érezd, hogy ez egy papír ízű az egésznek a hangsúlyozása. Elképesztő jó. Én az újat hallgattam meg, és eldöntöttem magamban, hogy nulláról én végig fogom hallgatni. Nagyon érdekes. Köszönöm, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, lájkoljátok, vagy üzenjetek nekünk, vagy mindegy, ajánljátok, ismeretek, vagy ne, tök mindegy. Köszi, hogy vagytok. Sziasztok! Hello. Sziasztok, hello! Egy-két harmad. Na gyerünk! Ember, most jövök a szentélyből. Kint vagyunk az EB, megkódítjuk Európát, Brüsszelt egy magam elverni. Magyarország nem ereszkedhet fél térdre, előre megy, nem hátra, az ellenkező tér félre. A sorosolás az veszélyes, de senki le nem győzi. Válogatottunkat, mulassunk át, gyerünk, Rafa, győzi! Csapatunk már-mára úgy fut ki a pályára, mint a lőrő pályázda, nincs ellenfél a számára. Hajdú Pista betyárosan mondta, itt egy kurucos kis kontra, ott az öltözőben cigánynóta jelzi, futball kulturális az országom. Régi magyar mondás, vár a vármegye három. Kiskertemnek végén stadionka nyíla, mire felcsúttam, a felcsút kupa döntőt hívott. A győztes, a stanon Pista volt, hazaadásként burítottam neki egy kis tavot. A klubunk taktikái téged is érdekelnek, ismételd, mint a megafonba előénekelnek. Jobbra passzol, így lehetsz a pályán eredményes, így határozott szerződésed örökké négy éves. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Aki ner az nyer, az ellenfélnek meg oda csapok. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Nincs ki lesz erre a bogóhoz balfék csapata. Már is kinőttük a puskást, tán háromszor is megtelne. Ria, Hungária, szünetben az eri eredben. Az ország végét rendezne, minden le lenne szervezve. Széke, plastik lámpák, közbe szerezve. Szobosztai a főnevesz. A támadó harmadba úgy hajt, akár csak én a negyedik két harmadra. Szobod rukásai tök egyetlenülve veri, kilövi a sarkot, mit szemeket a Feri. Csallai bombája, óriás plakátra mehetne. Dibusszal hozatnék embereket a béke menetre. Atomok
varga barna, de ha a mezőny fölén meddő, hiába támadásunk magja irányatok kettő. Mesterünk a Rosszi már, teljes neve Rosszi már. Úgy oktatott számomra nem létezik más tanár. Nyugatról ide menekült még olajos, és a Stájsz a védelemben kerkez ellenáll, mint egy hotárvadász. Túloldalt a szerveket, oda-vissza vertük el, az EB, mint a választáson, négy évente nyerni kell. Na ennyike, most mint a labda arrébb gurulok, zugjon a hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Nincs ki lecseréljel, az utolsó percig maradok! Ha, 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 ha. Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Ha nekem le itt a pálya, jönnek a diadalok! Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! Hajrá oroszok! Vagyis akarom mondani, hajrá magyarok! Magyarok, magyarok, magyarok. Hajrá, magyarok!